Sokkoló magyar esetek. Figyelem! A most következő videóban hallható mondatok és látható képkockák lehetséges, hogy egyesek számára felkavaróak, vagy esetleg sokkolóak lehetnek, így mindenkit meg szeretnék kérni arra, hogy kizárólag saját felelősségre nézze végig a videót. Köszönöm szépen a nekem szavazott figyelmet, azoknak, akik itt maradtak, azoknak természetesen már küldök egy jól megszokott jó borzongást. Adj Isten magyar honfitársaim, ezúttal még az eddigieknél is nagyobb szeretettel köszöntök mindenkit a mostani videómban, amiben nem másról fogunk beszélni, mint hátborzongató, sokkoló magyar esetekről. Igen, szerintem már a cím elolvasása után rájöhetetek arra, hogy ez egy különleges videó lesz. Ugyanis eddigi videóim során ugyan párszor szó került olyan videókra, amiknek vannak magyar vonatkozásai, mint például a Győri ismeretlen lény, vagy Rakoncai Máté sokkoló mutatványa, de külön videó személyében sosem foglalkoztam ezzel konkrét témaként, pedig azért valljuk be, ideje volt már. Ezzel a témával azért féltem foglalkozni, mert sosem gondoltam volna, hogy a hazai rejtélyek legalább fele annyira érdekesek, mint a nemzetköziek, de amint adtam neki egy esélyt és utána olvastam, rá kellett eszmélnem, hogy ez egy nagyon-nagyon packos téma. Alapjában véve ezt a videót valamilyen szinten összekötetésbe lehet hozni azokkal az esetekkel, amiket a híradóban hallhatunk, hiszen már gyerekkorom óta hozzászoktam, és már habitusként figyeltem az elgázolta, meggyilkolta, élve elégette, megkínoszta szövegekre, és sosem kérdőjeleztem meg magamban azt, hogy miért kell mindig csak a rosszat elmondani, szimplán elfogadtam, hogy egy ilyen világban élünk. És most itt természetesen magyar híradóról beszélünk, ahol a legtöbb esetben magyar megtörtént horror sztorikat hallunk, úgyhogy ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a dolgot, ebből is meríthetnék ihletet. Viszont az én csatornám nem arra akar kieleződni, hogy minél sokkolóbb és minél kiakasztóbb szövegeket nyomjak és eseteket meséljek el nektek, inkább arról, hogy a rejtélyek után nyomozzunk és adott esetben próbáljuk megoldani őket. Úgyhogy ez a magyar esetekben sem lesz másképp. Nem arról lesz itt szó, hogy Pisti megölte Mariant, hanem inkább arról, hogy valaki megölte Mariant, de sosem tudtuk meg, hogy ki, és minden homályos környezetben zajlott le, és a mai napig egy megoldatlan rejtényként nézünk rá. Ezek mellett beszélni szeretnék olyan dolgokról, amik alapból nem tűnnek ijesztőnek, viszont ha mögé gondolunk, egyszerűen borzasztóak, és még sok-sok másról. Ennek tekintetében én bele is vágnék a videóba, nem is szaporítanám tovább a szót, nézzünk is meg 8 olyan sokkoló magyar esetet, amik minden kételyt kizárva említésre méltóak. Vágjunk is bele. 8. Macó Attila. 1997. november 7-e egy tragikus időszak volt a tápiószecsői lakosoknak, ugyanis ezen a napon történt meg az, hogy a Jászberényi Macó Attilát szitává lőtték, és csak órák múlva találtak rá a holttestére a főút melletti határon, amikor már bőven túl késő volt. November 6-án, azaz egy nappal előtte Attila édesapja bejelentette az eltűnést, amire a rendőrség mindössze annyit mondott, hogy ha holnapig nem érkezik meg, akkor felveszik az ügyet. A fiú a megszokott módon reggel indult fel Budapestre a saját kis boltjába, ahol éppen áru érkezett. A kocsi, ami Attiláé volt, és ahol később holttestét is megtalálták, egy kétszemélyes zárt csomagterű Wartburg volt, és két favágó talált rá az autóra a határban. A nyomozását elkezdődött az ügy után, és nem kellett sokáig barangolni ahhoz, hogy találjanak egy nyomra vezető dolgot, ami nem más volt, mint egy idegen új lenyomat a Wartburgon. Az új lenyomat viszont, mint kiderült, egy a bolt környékén élő autó tolvai volt, aki állítása szerint valóban leállt beszélgetni Attilával az autóra támaszkodva, de körülbelül 5 perc után rájött, hogy nem tudná ezt a kocsit elkötni, és továbbment. Mindazonáltal a helyszíni szemle is kicsit furcsa volt, mert amikor a tolvaj játszott a jelenetet, akkor nem támaszkodott rá az autóra, viszont akkor nem vette fel a rendőrök kamerája, ezért meg kellett ismételni, és itt a tolvaj már rátámaszkodott az autóra. Úgyhogy nem volt mit tenni, meg amúgy is a rendőrök mégiscsak úgy gondolták, hogy nem ő lesz az ő emberük, és ezt a szállat le is zárták. Ezek után viszont hiába indultak meg a nyomozások bármelyik irányba, egyszerűen nem sikerült egy nyuansz nyomot sem találni. Az egész esetet rejtélyesebbé teszi, hogy Attila teljesen zökkenőmentes életet élt, vezette a kis boltját, és soha nem került semmi problémába. Viszont akkor mi okozhatta a gyilkosságot? A sebhelyek brutalitásából könnyedén látszik az, hogy ez inkább egy bosszúszerű gyilkosság volt, mint sem egy egyszerű gyilkosság, ráadásul nem is ott tölték meg, ahol rátaláltak, ugyanis egy másik autó csomagtartóban szállították oda. Lehet, hogy talán egy kettős életű emberről beszélünk Macó Attila személyében, aki tökéletesen elszeparálta a sötét dolgait a felszín életétől. Hasonló, mint például a fiktív Walter White esetében? Nem tudjuk, ugyanis a listán talán Macó Attila gyilkossága az egyik leghomályosabb ügy. 7. A kacsamesék megszakítása. A most következő esetről körülbelül egy hónappal ezelőtt hallottam egy jó barátomnak köszönhetően. Eleinte nem nagyon fordítottam rá nagy figyelmet, mert úgy gondoltam, hogy ha ez valóban akkora nagy rejtély, akkor valószínűleg már ezelőtt is hallottam volna róla. De amint kicsit jobban belemásztam a témába, majd ezek után magát a felvételt is megnéztem, rá kellett jönnöm, hogy itt másban van az ijesztő tartalom, mint úgy önmagában a videóban. Itt a környező atmoszférát és az akkori időket is figyelembe kell venni. A kacsamesék megszakítása a magyar történelemben olyan szinten maradandó volt, hogy külön Wikipédia cikk is készült erről az eseményről. 1993. december 12-én este fele a Magyar Televízió 1-es csatornáján nagyon sok magyar kisgyerek nézte a Dagobert bácsi kacsameséit. Azokban az emberekben, akik aznap a kacsameséket nézték, később egy nagyon bizarr vakuemlék alakult ki. A vakuemlék egy pszichológiai fogalom, ami azt jelenti, hogy az emberek kiskorában volt egy nagyon különös és bizarr emléke, amit akkor nem tudott megfelelőképpen lereagálni, viszont későbbre vagy akár örökre elraktározódott a tudatalattiába. Ilyen volt például Amerikában a II. Világháború bejelentése, amit a gyerekcsatornákon is előszeretettel jelentettek be, például ahol a Mickey Eger újabb
epizódja ment. Ezt megszakították a háború bejelentésekor, és 5 évvel később, mikor vége lett, az epizód ugyanott folytatódott, ahol abba lett hagyva. Magyarországon a kacsamessékkel kapcsolatban történt meg ez. A boldog és gyermeki epizód a semmiből egy tévés megszakítást törte meg, miután Dagobert bácsi azt mondta, hogy egy tengeri szörny felfalta a fagylaltomat. Ezután perceken keresztül csak egy szünetfelirat ment, és valami borzasztó gyászoló zongora kíséret. Percek után Boros Péter belügyminiszter állt a képernyő előtt, és jelentette be, hogy meghalt Antal József, a rendszerváltás utáni első szabadon választott miniszterelnök Magyarországon. A hír lesokkolta az országot, de az akkori kisgyerekek fel sem fogták, hogy mi történik, csak azt, hogy siratózene szól a kacsameség helyett, és a felnőttek is szomorúak. De mindenképp a kacsameség megszakítása miatt maradt meg ez ilyen szinten az akkori gyerekekben. Olvastam olyan sztorit, hogy egy ma már felnőtt embert a félelem és a sírhatnék fog el, amikor meghallja az akkor szóló zongorazenét. Egyébként még a kacsamesék előtt be lett volna jelentve a tragikus hír, ha minden terv szerint megy, de Boros Péternek még át kellett térni az MTV székházhoz. Olyan ikonikus volt ez a bizarr jelenség, hogy később egy akkori gyerekeknek szóló folyóirat is megrajzolta az eseményt. 6. Árvai Brigitta rejtélyes halála. Árvai Brigitta halálát évtizedek óta rejtély övezi. A lányalapból Nyírségen született, később Érden dolgozott, miközben tárnoki lakos volt. A furcsaságok 1995. október 27-én történtek, a napon, amikor a nővére utoljára látta őt. Brigitta azt mondta, hogy hazamegy és lefekszik, mivel elfáradt a sok munkában. 3 napra rá megtalálták az összeégett holttestét egy Simon pusztai autópálya szélén. Későbbi nyomozások alapján sikerült megállapítani, hogy valószínűleg autóval lett elütve a nő, később pedig arrébb lett húzva az autópálya melletti erdő szélére, ahol elégették. A dolog, amit nem lehet tudni, az az, hogy baleset történt-e, vagy szándékosan követték el az ismeretlen gyilkosok a bűncselekményt. Elvégre, ha valakit elütsz véletlenül, ahelyett, hogy kihívnád a mentőt, elégetnéd a holttestet? Érdekes egy megoldás lenne. Még magának az autónak a típusát is sikerült kideríteni az ütésnyomok alapján, ám az autót nem sikerült megtalálni. Ami még rejtélyesebb az esettel kapcsolatban, az az, hogy miért is ment el a lánya nővérétől. Nem volt különösebb oka rá, csupán a fáradtság miatt maradhatott volna a nővérénél is. Viszont van valami, ami érdekesebbé teszi a dolgokat. Brigitta egy naplót írt, amit később a nyomozók megtaláltak, amiben ír egy bizonyos István nevű férfiről, akiben szerelmes, és az is lehet, hogy terhes. A munkahelyen, ahol dolgozott, a főnökét Istvánnak hívták, ám ez a férfi nős volt. Amikor Brigitta találkozott a nővérével, a házához a főnöke vitte. A rendőrség természetesen kihallgatta a férfit, de autóján egy Volkswagen Golfon nem találtak sérülést. Hazugságvizsgálatnak viszont nem akarta magát alávetni. 5. Petőfi Sándor. Petőfi Sándor az az ember, akiről a magyarországi oktatási rendszernek hála nagy valószínűséggel már mindnyájan hallhattatok, ugyanis Petőfi kétségkívül Magyarország történelmének egyik legmeghatározóbb alakja volt, aki hazaszeretetével és romantikus hangvételével millió magyar vérét pesdítette fel a pátoszi verseny keresztül. Gondoljunk csak arra az epikus jelenetre, amikor a Nemzeti Színház előtt 1848-as forradalom idején március 15-én felolvasta a Nemzeti Dalt, ami egy relatívan nézetlen az egyik legbuzisabb dolog, amit egy véres forradalommal kapcsolatban el tudunk képzelni, de ez olyan szinten hitelesen és beleélve történt meg, hogy úgy gondolom vissza erre a március 15-i szavalásra, mint egy nagyon epikus dolog, ami akkor történt. Egyébként Petőfi halálának a rejtélyen kívül még számtalan érdekesség felelhető a költővel kapcsolatban, például, hogy a keleti kultúrára is olyan szinten befolyása volt Petőfi költészete, hogy Pekingben és Sánkhájban is áll egy Petőfi szobor, valamint, hogy Arany János alá volt barátsága a magyar történelem egyik legikonikusabb művész barátsága, ugyanis a koruk 2 szinte legnagyobb alakjairól van szó. Ezeken felül pedig Sándornak született egy fia is, Petőfi Zoltán néven, de róla azért nem lehet sokat tudni, mert nagyon fiatalon, mindössze 22 évesen meghalt, mivel eléggé kicsapongó életmódot folytatott. Viszont ami Petőfi Sándorról az egyik legérdekesebb történet, az nem más, mint a halálát övező sűrű homály. 1849. július 31-ére mondják a halála napját a segesvári ütközetben, ahol Bem József 6000 fős serege 12000 orosz katonával került összetűzésbe, ez végül a magyarok vereségével végződött. 5 órakor a Fehéregyháza felé vezető utakon látták harcolni egy kis csapatban, ahol 800 orosz katona küzdött 200 székellyel, ezek után pedig a visszavonuló székelyeket üldözni kezdték, köztük volt Petőfi is nagy valószínűséggel. Az utolsó ember, aki láthatta és van infó róla, az egy Lengyel József nevű katonaorvos, aki a lováról kiáltott neki, hogy fusson Fehéregyháza felé. Ezek után pedig Petőfi eltűnt, senki nem látta többet, ezek után viszont számtalan teória kezdett napvilágot látni, és a mai napig is tartanak, amik közül, ha az összeset elmesélnem, akkor a következő nap estig is itt maradnánk, úgyhogy talán az egyik legérdekesebbet mutatnám be nektek, ami a Barguzini teória. A Barguzini sír legendája egy német író 1936-ban megjelent cikke alapján keletkezett, majd tovább erősített egy orosz alezredesnek a története, aki állítása szerint korábban Jakutiában szolgált, és az ott száműzöttek 1875. évi hivatalos listáját lapozgatva megakadt a szeme egy 1857. május 18-án Ikatovo faluban meghalt rab, Alekszander Sztyepanovics Petrovics néven. Ő ebből Petőfi Sándor visszaszlávosított nevére következtetett.
Egy időben Burjátföldön keresték Petőfi sírját. Én vagyok a hibásabban, hogy ez megtörtént. Burjátföld Mongólia és a Szovjetunió határára esik, ott dolgoztam egy kutatóintézetben egy évig. Felkeresett engem egy folklór kutató professzor azzal, hogy gyűjtött egy csomó mondát, amelyek egy Alekszander Petrovics Petőfi nevű magyar költőről szólnak, aki itt volt Szibériában számüzetésben. Mondott is három temetőt, hogy a legenda szerint hol a sírja. Mikor hazajöttem fél év múlva, szóltam az akadémia néprajzkutató alelnökének, Ortutai Gyulának, hogy létezik ez a Petőfi legenda. Ez megjelent egy újságban, és a következő cikk már úgy szólt, hogy én azt a hírt hozom, hogy megvan Petőfi sírja. Ezután már hiába mondtam bárhol, hogy ez nem úgy volt. Szerveztek egy expedíciót, és állítólag megtalálták Petőfi sírját egy Barguzin nevű helyen, amiről az egyik legenda szólt, hogy ott van eltemetve. Ám ezt hivatalosan még soha nem bizonyították be. Negyedik. A Tompa Eszter ügy. A Győrben élő Tompa Eszter mindössze 22 éves volt, amikor 2003. szeptember 23-án rátalált a holttestre egy, a mostani Dunatöltésnél kutyáját sétáltató hölgy. Ez a haláleset viszont kegyetlen volt. Brutális megverés nyomai látszottak az arcán, és valószínűsíthetően egy zsinórral folytották meg. Ám ez a furcsa sztorihoz még párosul egy rejtélyes történet is, ami pont a gyilkosságot megelőző napon történt. Két kislány összetalálkozott Eszterrel, Sashegy pusztán, és még köszöntek is egymásnak, ezután pedig a két lány egy elég furcsa dolgot vett észre. Ahogy Eszter elhajtott a biciklivel, amivel arra járt, hirtelen feltűnt egy piros színű autó, amiben a két lány állítása szerint egy férfi ült teljesen egyedül. Ahogy figyelték az autót, azt vették észre, hogy Tompa Eszter mellett megállt az autó, a férfi kiszállt a járműből, figyelte a nőt egy 5-6 másodpercig, majd visszaszállt a kocsiba. Ezek után a kislányok aggódni kezdtek, és nyomába eredtek Eszternek, de már túl messze járt és sehol sem találták. Még egy idős férfi is a segítségükre sietett, aki a nevét skandált, de semmi válasz nem érkezett. Majd végül megtörtént a legbizarabb dolog a történettel kapcsolatban. Az egyik kis utcában megpillantották a piros kocsit, ami odatolódott hozzájuk, a benne ülő férfi letekerte az ablakot, majd a lányokra mosolygott, ezek után pedig elhajtott és soha többet nem látták a rejtélyes alakot. A rendőrség díjat tűzött ki annak, aki megtalálja a tettest, de mindössze egy ember tudott segítséggel szolgálni, egy középkorú nő, aki azt mondta, hogy a gyilkosság előtt egy órával a közeli kavicsbányánál látott egy furcsa férfit, mellette egy piros Volkswagen Passattal, valószínűleg egy ilyen típusú autóba rakhattak bele az áldozatot is. Hiába volt ez a nyomra vezető díj, a rejtélyes gyilkos személyét és indítatását soha nem sikerült felfedezni, sőt, az sem biztos, hogy egy így megszervezett gyilkosságot csak és kizárólag egyedül hajtottak végre. Esztert nem kábíthatták el, ugyanis a szervezetében nem találtak arra utaló jeleket, viszont abban is biztosak lehetünk, hogy nem saját akaratából ült bele az autóba. 3. Fehér Miklós. Fehér Miklós egy 1979. júliusában született válogatott futballista volt, aki pályafutását legelőször egy győri csapatban kezdte, ám később, de még egész fiatalon külföldre került a portugál FC Portóhoz. Később egyébként felfeltűnt olyan kisebb csapatokban, mint például a lisszaboni Benfica. 2004. január 25-én a Vitória SC ellen játszottak, majd a végső percekben az akkor 24 éves férfiú sárgalapot kapott, és ezután egy pár másodperccel elkezdte nagyon-nagyon rosszul érezni magát. Nem telt bele 10 másodpercbe, és Miklós már a földön feküdt. Fehér Miklós hirtelen szívroham érte, amit szinte lehetetlen lett volna megmenteni, így ameddig a mentősök kiértek, Miklós már elhunyt. Ám a legbizarabb dolog az egészben mégsem ez, hanem hogy az egész jelenetet végigkísérték a futballmérkőzés közvetítő kamerák és televíziók, azaz ez a tragédia tagadhatatlanul élő egyenes adásban történt. Miklós 2000 októberében egy nagy meccs után a Litvánia elleni 6-1-es győzelmet hozó VB-selejtezőt követően nyilatkozott úgy, egy olyan meccs után, amelyen ő 3 gólt szerzett, és lám még akkor is egy szerény, kedves ember maradt. Mert ő volt az, aki ha sikeres, már is előre tekintett, mert újra és mindig győzni akart. Értem, érted, mindannyiunkért, mondta Vince András, a Nemzeti Sport egyik lapszerkesztője. Fehér Miklós halála volt az egyik, hanem a legnagyobb a magyar történelem televíziós tragédiái közül, úgyhogy szeretném, hogyha ezzel a videóval az ő emlékét őriznénk, illetve még lesz szó egyéb dolgokról is. 2. A kassai bombázás. A kassai bombázásnak a rejtélye volt az a szereplő ezen a listán, amelyhez kissé félve fogtam hozzá, mivel annyi különböző teória és gondolat létezik a tragikus eseménnyel kapcsolatban, hogy pontosan azt sem tudtam, hogy hol kéne elkezdenem. De hát nyilvánvalóan az idejét múlt rinyálás senkit sem érdekel, így mélyebben beleástam magam, és akkor nézzük is meg ezt a furcsa esetet, ami Magyarországon történt, de a mai napig nincs válasz a legtöbb kérdésre az esettel kapcsolatban. Az egész sztori 1941. június 26-án foglal helyet, amikor is 13 órakor a magyar légvédelmi megfigyelő szerkezetek észleltek 3 darab bombázó gépet, viszont nem volt idő jelzést adni a központnak, illetve távcsövön keresztül a repülők típusát sem tudták megfigyelni. A bombázógépek 13 óra 8 perckor ledobták a robbanóanyagokat a városra, és bal irányba távoztak. Kassa városára 29 darab bombát küldtek, és ez 32 áldozatot követelt, rajtuk kívül pedig közel 300 sebesült ez. A bombák típusa mind-mind szovjet típusú volt, és még a történtekkor 2 magyar vadászrepülő el akarta kapni a bombázókat, ám azok ekkor már felgyorsítottak, és nem lehetett őket tovább követni.
Maguk a gépeknek a típusa sem derült ki soha, találgatásokból viszont számtalan volt. No, és ezek után merül fel a kérdés, hogy kik okozhatták a bombázást. Először is elmondom a lehetséges alternatívákat, aztán ezekből párat boncolgatunk majd egyenként is, a leglehetségesebbeket. Román támadás, jugoszláv támadás, német támadás, magyar önmegtámadás, én ez majd érdekes lesz, szovjet támadás, vagy szovjet támadás véletlenből. Románia esetleges támadásának a lehetősége a 80-as években merült fel Magyarországon, mikor egy esetleges hátba támadásra gondolt a magyar repüléstörténészek egy csoportja. Mivel a románok a háború kezdete után német oldalon álltak, ezért nagy erőkkel részt vettek a Szovjetunió elleni támadásokban. A teória szerint a második bécsi döntést követően a románok katonai erőkkel próbálták meg visszafoglalni az akkor magyar királysághoz tartozó Dél-Erdélyt, és egy provokatív bombázással próbáltak meg egyrészt figyelmet elterelni, másrészt pedig elérni, hogy Magyarország beálljon a szovjetek elleni háborúba. Ami viszont ezt az elméletet lebuktatja, az, hogy túl sok szükség azokban a hónapokban nem volt plusz katonai beavatkozásra, sőt, mi több, a románok törvényesen szerezhették volna vissza Erdélyt a feltételezett német győzelem után, ha a magyarok nélkül csinálják végig. A német bombázás kérdése már egy fokkal érdekesebb dolog, ugyanis egy akkori teória alapján Németország rendelte el a provokatív bombázást, azért, hogy a magyarok a szovjetekre gyanakodjanak és beleszálljanak a keleti hadjáratba. Ez a tett, ha tényleg itt történt volna, kétségkívül egy aljas és egyben ötletes cselekedet lett volna, de sok azért van arra, hogy ez nem így történt. Volt egy férfi, akit Krúdi Ádámnak hívtak, és legelőször 1945-ben mesélte el a teóriáját, viszont eléggé sántított az, hogy amikor évente téma lett a kérdés, mindig máshogy adta elő a teóriáját. Egy kicsit mindig változtatott rajta. A másik pedig az, hogy a bombázógépeket sem a szakemberek, sem a civilek nem ismerték fel, pedig a Kassán működő légierő képzőben kizárólag német gépek voltak, amiket nap mint nap hallott és látott mindenki. De talán a legerősebb érv a teória ellen az egyértelmű az indíték hiánya. Talán a legfurcsább teória az nem más, mint hogy Magyarország bombázta saját magát. És hogy egy ilyen hogyan történhetett meg, nos a Horthy rendszerben Magyarország ukrán részekről akart magának területeket szerezni, ezért önbombázással kívánta magát bevonni a keleti frontra. Ez a teória több sebből is vérzik, egyrészt a bombázógépeknek közük nem volt azokhoz a gépekhez, amihez a magyarok hozzá tudnak jutni, másrészt pedig mivel Kassán volt található a legfontosabb pilóta képző, teljesen értelmetlenek tűnt volna a saját hátrányára egy provokatív bombázás végrehajtani pont erre a helyre. A legvalószínűbb lehetőség viszont az, hogy a szovjetek terveztek egy meglepetésszerű bombázást, ami a leglogikusabbnak tűnhet, valamint kettő bombán, amelyek rossz becsapódás véget nem robbantak fel, szovjet felirat volt található. Az indíték viszont itt sem tisztázott, ugyanis egyrészt a Szovjetunió tagadta a provokációt, másrészt pedig a szovjetek direkt kedvükben akartak járni a Magyarországnak, hogy megakadályozzák a túlzott kötődést a németekkel. Sőt, Molotov külügyi népbiztos azt állította a bombázás előtt 3 nappal, a szovjet kormánynak, mint azt már több ízben kijelentette, nincs követelése vagy támadó szándék a Magyarországgal szemben. Egy szóval a szovjet bombázása van a legnagyobb esély, viszont ezt is sokféle rejtély fedi, végleges válasz pedig a mai napig nem sikerült megtalálni, és valószínűleg nem is fogjuk többé. Első. A veronai autóbuszbaleset. Első helyzetre került egy olyan eset, ami egyszerűen nem kerülhetett máshova, és muszáj volt megemlítenem ezen a listán, ugyanis talán a hozzánk egyik legközelebb álló tragikus esemény fog következni. De én már az elején tudtam azt, hogy ezt a témát teljesen más hozzáállással kell megközelítenem. Első helyzetként a veronai buszbalesetről fogunk beszélni. Ez az az eset, amiről alig hanem biztosan hallhattatok, ugyanis nemrég, egészen pontosan 2017. január 20-án történt. A budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium tanulói januárban épp a minden évben megszervezett sítáborba utaztak Franciaországba. Az autóbuszon összesen 54 darab ember volt, köztük a buszsofőrök, a diákok és néhány diák szülője. A személyszállító cég, akik a buszt adták az iskolának, elmondták, hogy 100%-ban biztonságos és ellenőrzött jármű volt, a buszsofőrök pedig tapasztalt gépjárművezetők voltak, akik már többször is végeztek utazást országokon keresztül. Minden rendben ment egészen a sítábor utolsó napjáig, amikor a magyar diákok már hazafelé jöttek az úton. Ekkor január 27-én kb. Éjfél környékén az olaszországi Veronában a busz valamilyen úton módon letért az útról, az autópálya szalagkorlátjának hajtott, ezek után pedig az autópálya híd egyik érjenek csapódott. És ennyi kellett ahhoz, hogy a busz lángolni kezdjen. Erről a pillanatról pedig számtalan sokkoló beszámoló van a túlélő diákok által, mindegyikben szívszaggatóan van leírva az egész tragikus esemény, főképp az, hogy akik a jobb oldalon ültek, azok a pillérhez voltak szorulva, így esélyük sem volt kiugrani az ablakon, így élve égtek el a buszban. A balesetben az 54 főből 17 ember életét vesztette, és 26 ember sebesült meg súlyosan, ezek mellett pedig egy ember tartanak a mai napig is mesterséges kómában. Érdemesnek tartom megemlíteni azt a tesitanárt, aki részt vett a balesetben, és több diákot is kisegített az égő buszból, ám a saját gyerekeit már nem tudta megmenteni. Mivel Európa szerte nagyon ritkák az ilyen szinten brutális közúti balesetek, ezért az esetnek Európa szerte vízhangja volt, szinte az összes EU-s ország miniszterelnöke részvétét nyilvánította ki a hivatalos nemzetközi tévéadókkal karöltve. Viszont ezt a balesetet is rejtély övezi, ugyanis a baleset kiváltó okát a mai napig nem tudjuk biztosra. Volt szó arról, hogy a sofőr alvászavarral küzdött, illetve arról is, hogy a buszba építettek engedély nélkül egy nagyobb üzemanyag tartályt, de ezek mind csak találgatások. Az, hogy éjfél körül mi történt, vagy mi okozott
okozhatta ezt a végzetes balesetet, nem tudni. Ezt a videót pedig arra szeretném szánni, hogy megemlékezzünk Fehér Miklósról, Árvai Brigitta, Maczó Attila és Tompa Eszter rejtélyes haláláról, Petőfiről és a hagyatékáról és egyúttal a veronai buszbalesetben életét vesztett diáktársainkról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legközelebbi videóban találkozunk, sziasztok!